Libben a függöny, megvan a voks. Még késő délután is szavaztak a 8. kerület lakói. Időközi választást tartanak a kerületben. Egy fideszes képviselő megüresedett helyéért megy a küzdelem. A politikai aktivistává lett rapper Dopman is versenybe szállt az MSZP támogatásával. A helyi evangélikus gyülekezet vezetője Bolba Márta is úgy döntött, tenni akar valamit Józsefvárosért, őt az LMP támogatja. A Fidesz pedig egyik hivatalban lévő alpolgármesterét, Sánta Péternét indította. A pestibulvár.hu tett ma közzé egy videót, ezen az utcán álló férfiak arról beszélnek, hogy 2000 forintot kapnak, ha embereket visznek szavazni a körzetben. De most tényleg, hogy a csávó az azt mondta, hogy akkor most így 2000 forintnak szavazat, és akkor is egy össze embereket. Igen. Az MSZP feljelentést tett a videó miatt. Ezúttal is szeretnénk felszólítani minden politikai ellenfelünket, akik ebben a kerületben jelöltet indítottak vagy támogatnak, hogy hagyják abba az elvtelen választási csalássorozatukat. A felvételből nem derül ki, hogy kinek a megbízásából gyűjthetnek így szavazatokat. A Fidesz kerületi szervezetének elnöke közleményében azt írta, a Fidesz elfogadhatatlannak tartja a szavazók bármilyen törvénytelen eszközzel való befolyásolását. Egyúttal felszólították a jelölteket és támogató pártjaikat, hogy fejezzék be az idézem tisztességtelen kampányolást.